Talán sokatoknak ismerős lehet a kockás fülű nyúl, a különleges tulajdonságokkal felruházott hős nevét hosszú füleiről kapta, amelyeket összecsavarva propellernek használt, és így repülni is tudott. A sorozat bemutatásakor 1977-ben esténként futott a magyar televízióban, később közel 90 országban mutatták be. De az ok, amiért én ezt megfestettem a pólóra, az, hogy apukám kedvenc meséje volt gyerekkorában, így névnapjára egy nagyon személyes ajándék lett, amivel meglephettem. Nektek mi volt a kedvenc magyar rajzfilmetek? Nekem még a Vizipok Csodapók.